Saját csapatzászlót kellett készíteniük a versenyben résztvevő 6 fős diákcsoportoknak. Ez volt az egyik kaland a sok közül, amiket megoldva a 8-os gyerekek a nap végére megtalálhatták a kincset. A pályaorientációs kalandőrület nevű versenyre idén 15 csapat nevezett. Nekik online megkapott, gyakran humorral telesződött a szakképzés népszerűsítő feladatokat kellett teljesíteniük. Erre számítottam, és örülök neki. Nagyon, nagyon jó az egész nap. Televíziónk stábjai egész nap folyamatosan beszámoltak a verseny aktuális állásáról, munkatársaink felkeresték az összes csapatot, emellett a szervezőkkel beszélgettek a szakképzésben rejlő lehetőségekről, és természetesen a pályaorientációs kalandőrületről. Eközben Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskolában kialakított operátori irodában a versenybírói megállás nélkül dolgoztak. Minden csapattal állandó kapcsolatban álltak az interneten keresztül, valamint a beküldött feladatokat értékelték. Ez a koordinátor iroda, innen küldjük ki a feladatokat, itt várjuk vissza, amit látjátok itt a háttérben, kivetítőkkel, laptopokkal, projektorral dolgozunk, itt értékeljük a megoldásokat, hogy elfogadjuk-e, itt írjuk a menetleveleket a csapatoknak, hogy ki mikor kapott meg egy-egy kalandot, és mikor küldte vissza. A verseny fő támogatója a Tolnáért Közhasznú Nonprofit Kft. Varga Stadler Gábor, a vállalat ügyvezetője azt mondja, a pályaorientációs kalandőrület egy több éve tartó programjuk egy része, aminek a célja, hogy a szakképzést népszerűsítsék a fiatalok körében. Ha valaki igazán jó helyre akar kerülni majd az életben, és van affinitás a tanuláshoz is, és a munkához is együtt, akkor érdemes itt elindulni. Tehát ugyanakkor ezek az iskolákat megismerve, amit ugye ti is láttatok, és most már ugye 5 éve folyik ez a program, amiben részt veszünk, hát olyan iskolai életet, élményt a tanulás mellett nyújt a gyerekeknek, hogy hát szerintem akik ezeket választják, oda öröm iskolába járni vagy tanulni. A pályaorientációs kalandőrület eredmény hirdetésére pénteken kerül sor. A legjobb csapatok akkor vehetik át a nagyértékű nyereményeiket. Az eseményről híradónk is beszámol majd.